Volt, tehát biztos, hogy van csúszás. Egyed László közben, Scipio Essel a képen, Egyed László, akiről említettem, hogy nagyon jól képzett és magasan kvalifikált lovas, a legmagasabban áll a nemzetközi ranglistán jelen pillanatban a magyar lovasok közül, és tavaly mind a két nemzetközi kategóriát megnyerte Dunakeszi alagon. Egyed László közelítte át, Scipio Ess. ...649-et megy közben a lovas, nincs is olyan nagyon messze, 619, ugye a hibával azért bőven veszítettő időt, úgyhogy lehet tartani ezt az 550-et. Fogva a Holiday 649. Nézzük akkor az első víznél, Egyed László, nagyon jó a nagy leugrója. Bravo, nagyon jól csinálja Egyed Laci. Na nézzük, kedves nézőink, akkor, hogy mi a helyzet Egyed Lászlóval. Közelít a pálya egyik legnehezebb része felé. Jön a lépcső. És megvan, ugye. Meg kell igazítani, hogy jön lefelé vele Egyed Laci. Bravo! Scipio Ess. Ez is egy nagyon nehéz akadály, a kettes ugrás, csak az egycsillagú negyedesbe kellett ugrani, pedig Marias Révizavén, Ferdén. Nagy Zsuzsanna, diszkosztárral a következő indulónk. 75,1 hibapontja van, 11. helyen áll. B4 szögben 59,1-et ért el. Nagy Zsuzsanna tehát a pályán diszkosztárral, és Egyed László is ott van még, Egyed már visszafelé jön. Ott a házikót ugrott át, azt majd jön a nagy zöldsövény, aztán másodszor mehet rá a vizes akadályra. És jön Egyed László, balra fordul, figyelem, jön a vízhez Egyed László. Scipio Ess. Közben diszkosztár és Nagy Zsuzsa is tartja a hibátlan produkcióját. Jól bent van a vízben. Nagyon jó. Bravo, Laci! És kiugrik a lyukon. Bent van a célban, Egyed László. Nézzük közben már diszkosztár Nagy Zsuzsannával. Diszkosztár most itt keresztben.